Tehát egy Európai Uniós pályázatnak a támogatásával megújult a teljes Szentvérkegyhely. Ennek keretében nem csak a templom külső-belső felújítására került sor, hanem a műemlék orgonának a restaurálására és felújítására is. Így tulajdonképpen ez az orgon alkalmassá vált arra, hogy akár egy hangversenyt is lehet adni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Lozsányi Tamás és művésztársai most ezt a valóban még meleg orgonát, hiszen nemrég volt a műszaki átadása, még egy hónapja sincs, megszólaltatták, és hát ezt a csodálatos orgona hangversenyt adták. Hangszer József által készített hangszer. Hát ez egy olyan márkajelzés, mint a Mercedes vagy a BMW, ha szabad így lefordítani. A mi országunkban feltétlenül, egyébként ő Cavaillé Kohl-mesterné tanult Párizsban, ami a világ első számú nagy jelentőségű hangszerének a mestere. Így aztán a Magyarországon található hangszer orgonák is nagyon komoly minőséget jelentenek. Ugyanígy megtaláljuk a Szent István Bazilikában a hangszereit, a Szegedi Dómban és a bátaszéki nagy templomban is. Ezen az orgonán talán soha nem játszottak még hangversenyt. Ez egy műemlék orgona, sokkal régibb, mint a Szentvér templom, hiszen 1875-ben készült. De ez soha nem került templomba előtte. Ugyanis az a templom, amelyikben ezt készítették, az nem készült el, ezért ez az Angster gyárnak a raktárában volt, és amikor elkészült a bátai Szentvér templom, ugye akkor már kitört közben a II. Világháború, itt is nehezebb pénzügyi helyzetbe kerültek a bátaiak is, nem tudtak egy új orgonát venni, ezért ezt az akkor már 65 éves orgonát vásárolták meg, és ez került ide a templomba. A II. Világháború alatt még a fősípokat is elvitték, ugye golyót öntöttek belőle, bádogsípokkal helyettesítették, tehát igazából ez lehet, hogy így, ahogy ma megszólalt, itt soha nem szólt még. Tehát a felújítása az tulajdonképpen egy műemléki helyreállítás is volt, ma is abban a formában szól, ahogyan ezt angszterék annak idején megtervezték és megépítették. Alapvetően régi zenét hallottunk, egyetlen kivétellel, amit a fiam adott elő, a Messiaen nevű francia 20. századi szerző, illetve ami kevésbé új, a Liszt Ferenc Tu es Petrus című mű, amit én játszottam. Annak előtte Bach művek hangzottak el, illetve még a reneszánsz, illetve középkori zenék is. Jobb helyzetben az a szóló hangszeresem, aki például egy fúvós hangszeren játszik, és hallatlan talpra esettség és bátorság kell ahhoz, hogy az első pillanattól megfelelően szólaljon meg a hangszer. A hangverseny Csukor Bálint egykori tanítványom, ez egyébként nem hangzott el, és ez nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen magasságig eljutott tanítványaim vannak. A fiamat is a gimnázium tartamáig én tanítottam, és aztán ő a Zeneakadémián töltött 11 évet. És hát ez alatt 3 diplomát szerzett, ezért nyúlt ez ilyen hosszúra, de természetesen az orgona művészet volt az első közül. Thank you.
volt, és ez egy nagyon nagy alkalom, sokat dobott ez az egészen, hogy tulajdonképpen itt a templomban még ezelőtt nem volt hangverseny egyáltalán, és most tényleg nagyon jól felújították ezt az orgonát, jó volt rajta játszani. Én szeretném, tehát az orgona is, és a hely is alkalmas arra, és én úgy látom, hogy az érdeklődés is, ugye vidékről is nagyon sokan voltak, tehát az érdeklődés is elég nagy az ilyen művészeti bemutatók, produkciók iránt. Nem régen volt, ugye néhány hete volt, egy-két hete volt az orgonák éjszakája. Én szerettem volna, hogy ez a program ahhoz kapcsolódik, de a műszaki átadás miatt ezt még akkor korainak gondoltuk, de én azt gondolom, hogy ebbe teljesen jól beleillik ebbe a sorozatba, és én szeretném, hogy ennek lenne folytatása.